Figyelem! A vadka a legnagyobb nézettségét a gyerekek teszik ki, ezért a jövőben a nyomdafestéket nem tűrő hozzászólásokat töröljük, illetve azon hozzászólókat, akik másokat szándékosan sértegetnek, letiltjuk a csatornánkról. Kérünk mindenkit, hogy véleményét kultúráltan nyilvánítsa ki. Köszönjük! Horgászati tanácsok kezdőknek. Tisztaság. Filmükhöz a helyszínt biztosította a Gyulai Munkácsító, ahol a halak nem csak a képeken nagyok. Bizonyára észrevettétek már, hogy jó magam egy kicsit hanyag vagyok a horgász utcaimmal szemben, ami azt jelenti, hogy nem mindig sikerül őket tisztán tartani. Ez sokszor a feledékenységemből adódik, néha pedig a hanyagságomból, máskor pedig egyszer nincsen rá időm, hogy megtakarítsam a kezemet, mert riktik, hogy pont akkor kap a hal, hogy kapáson a botomon, amikor én etetőanyagot gyúrok éppen. Persze utána megtakaríthatnám a kezemet, de olyankor általában hagy halogatom, vagy csak simán megfeledkezek róla. De a lényeg, hogy ti mindig mossátok meg a kezeteket, amint van rá mód, illetve hogyha esetleg összepiszkoltátok már a botot, akkor azt is minél hamarabb takarítsátok le, mert hogyha megszárad rajta, mit tudom, az etetőanyag, akkor sokkal nehezebb olyankor már leszedni róla. Gézmosáshoz ezt a sárga fűtő táskát szoktam elhozni, amiben a tóból szoktam vizet meríteni, hát be szoktam egyébként a halat is szállítani hazafele. Mindig érdemes, hogy hozzunk magunkkal valamilyen edényt, amiben tudunk elegendő vizet rakni ahhoz, hogy meg tudjuk benne mosni a kezünket, hogyha szükséges. Én ezt mindig ide az etetőanyag mellé rakom, épp úgy, mint a törülközőt is, hogy legyen mivel ugye szárazra töröljem a kezemet. Az etetőanyagos kéz nagy mocskot tud hagyni maga után, összekenhetjük vele a botunkat, a székünket, a könyvünket, ha esetleg olvasunk. Na jó, én annyira nem szoktam olvasni, leginkább csak írok, de a lényeg, hogy bármit összekenhetünk vele. De a tisztaság nem csak a kezünkre érvényes, itt van például az etetőkosár. Sose hagyjunk benne etetőanyagot, mert hogyha beleszárad, akkor az beton kemény lesz, és csak nagy-nagy nehezen tudjuk majd kiszedni belőle. Ezt tapasztalatból tudom. Ha hazaviszed a bekevert etetőanyagodat, illetve a felbontott csemege kukoricádat, akkor ezeket rakd mindig hűvös helyre, és ne tárold otthon túl sokáig, mert különben el fog romlani. Illetve ami még nagyon-nagyon fontos az, hogy ezekre még véletlenül se rakd rá a merítőhálódat vagy a haltartódat, mert hogyha otthon van neked egered, akkor tuti biztos, hogy át fogja rajta rágni magát ahhoz, hogy hozzáférjen. Ezt is tapasztalatból tudom. Mikor befejeztük a horgászatot, mindig öblítsük le a használt merítőhálónkat vagy haltartónkat, majd ha van rá mód, szárítsuk meg a napon, hogy megszabaduljunk a víz kellemetlen szagától. Mert ha mosatlanul és vizesen rakjuk a kocsiba, akkor bizony pöcegödör szaggal árasztjuk el a kocsinkat. Hogyha használtuk a csúzlinkat etetésre és tegyük fel, csemege kukoricát lövöldöztünk be vele, mint ahogy én is általában szoktam, akkor mindig mossuk el, de tényleg feltétlenül mossuk el, mert hosszú távon a csemege kukorica konzervnek a leve az roncsolja a gumikat. És én emiatt már többször is lecseréltem, mint ahogy most is lefogom, mert már megint szétmarta. Ez van, hogyha nem mossa el az ember rendszeresen. Röviden összefoglalva, legyen nálad víztárolásra alkalmas edény, hogy meg tud mosni a kezed, illetve törülköző, tartsd tisztán a horgász felszereléseidet, és a merítőhálót és a haltartót mindig öblíts ki, szállíts meg, mielőtt a kocsimat leszed.